A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma hosszú utat fogunk megtenni, hiszen elmegyünk egy kicsit Csíkszeredába, hogy aztán meglátogassuk Amerikát, aztán természetesen hazajövünk Székesfehérvárra is, annál is inkább, mert hogy folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor bemutatjuk a Volán ifjú hokisait, akik a jövőt válogatottjában is, és a jelen válogatottjában is nagy szerepet játszanak abban, hogy a jégkorong nem csak most már Székesfehérváron, de azt hiszem, hogy szerte az országban ennyire népszerűbb és eredményesebb természetesen. Tehát vendégem Mihály Ákos. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm neki is. Rövidesen én is elindulok Csíkországba, hiszen Csíkcsomortánban van a csíki versünnep döntője. És hát mondtam már neked a műsor előtt, hogy gyakorta meg ott vagyunk Csíkszeredán, hiszen az egy csodaváros. A szülővárosod egy olyan hely, ahol az egész családod él, az öt testvéred, mindenki, aki fontos számodra a családból természetesen. Milyen felnőni egy ilyen helyen? Nagyon jó érzés igazából, tényleg. Ugye végig segítették az egész utamat, de azt is mondhatom, hogy itt Fejváron nőttem fel, úgymond igazán, mert hát elég régóta vagyok itt. Ugye ez már lesz a 9.-10. évem, és igazából mondhatni, itt váltam felnőtté, de persze a gyerekkorom az Csíkszeredából. Igen, de hát a gyermekkorod fontos, hiszen öten vagytok testvérek, te vagy a legkisebb. Én azt hiszem, hogy az egy fontos pillanat volt, amikor valaki sportágat választ. Helyesebben kimondhatjuk, hogy először te nem választottál, hiszen foglalkoztál a hokival, ami azt hiszem, hogy egy alapsportág Csíkszeredán, de a futball nem különben. Igen, mondhatni kicsit nekem egyszerűbb dolgom volt, kitaposták előttem az utat. Testvéreim, meg ugye a bátyám is hogy elkezdett jégkorongozni, így én is elkezdtem jégkorongozni, de közben azért kacsingattam más sporták felé is, hogy így a labdarúgás. És ott volt egy idő, 13-14 éves koromban, amikor már kellett választanom, hogy jégkorong vagy labdarúgás. Ki fedezte fel egyébként a tehetségedet? Jégkorongban? Jégkorongban, hiszen ugye tudjuk, hogy választottál, és 14 évesen már Amerikába küldött édesapád. Ugye régebb még volt, hogy Kercs Árpád az akadémián volt, és volt egy jó sornyi játékos Csíkszeredában, és úgymond ő egyszer Fejérvár eljött Csíkszeredába játszani mérkőzéseket, és akkor ott beszélt a szüleimmel, hogy lenne egy opció, és hogy jó lenne, hogyha mennék az akadémiára. És akkor így jött szóba igazából Fejérvár, csak nekem már akkor én már tudtam, hogy ki fog menni Amerikába. Egy évet. Édesapád intézted, mi fogadott Amerikában? Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen azért tudjuk, hogy a hoki őshazája mindenképpen Amerika. Igen, ez is úgy történt, hogy három nővérem, ők is voltak kint egy-egy évet ilyen cserediák programban Amerikában, és úgy jött, hogy én is kimegyek egy ilyen program keretén belül, csak hogy olyan helyet kellett találni nekem, ahol tudok ugye a jégkorongot is folytatni. És nagyon nagy tapasztalatot tudtam ott szerezni, mert ott ugye a high schoolba is, meg ott még volt egy külön városi csapat, ahol tudtam jégkorongozni. És nagyjából ugyanaz volt a két csapat, mert amelyik iskolában jártam, ott mindkét csapatban ugyanazok voltak nagyjából a csapat. Amikor hazajöttél, ezek az impulzusok meghatározók voltak számodra? Hiszen nyilván a középiskolát el kellett kezdened, mert hogy az egy év után azért az nagyon-nagyon fontos, viszont a hokit pedig folytatni egy olyan szinten, ami aztán elvezetett a máig. Igen, ez így van. Nyilván egy olyan hoki kultúrát tanultam meg, ami hát
teljesen más az itteni európai jégkorongtól, de mai napig azért vannak olyan jégkorong, akik kimennek és úgy jönnek haza, hogy tényleg ott teljesen más a felfogás, és teljesen másképp mennek a dolgok ott a jégkorongba, és persze adott az egy impulzus, amikor jöttem Fehérvárra, és egy olyan löketet adott, hogy egészen idáig, máig. De ezt egyébként tudtad hasznosítani? Fiatal fővel, 15 esztendősen, amit kint tanultál? Kellett egy kis edzői utasítás, de én úgy gondolom, hogy igen, tudtam hasznosítani az ott szerzett tapasztalatokat. Ugye abban az értelemben szerencsés vagy, hiszen jelenleg is Kis Dávid a vezetőedző, és 2015-ben is ő volt, és ő elmondta, hogy amikor belefeledkezett a jégkorongba, akkor az volt az alapvetése, hogy azokat a fiatalokat, akik kellően tehetségesek, és ezek közé tartoztál te is, próbálja meg úgy felnevelni, hogy aztán később hasznosíthassák az összes tudást. Azt hiszem, hogy ez nálad abszolút sikerült. De 15 esztendősen mit lehet megtanulni még pluszban, aki már a sportág alapjait azért ismeri? Hát ott azért még 15 évesen ott még sok mindent lehet tanulni, ott még mindenedet tudod fejleszteni. Sokan mondják, hogy 24-25 éves korodig azért a jégkorongba fejleszthető vagy. És ott nyilván bármilyen jégkorong elemeit megtanítják neked, és elsajátítod, mert olyan fiatalon még nagyon nem játszasz ilyen csapatszisztémába, meg ilyen dolgokba, az meg az edző dolga, hogy ott onnan akkor olyan idős korban már elkezdje beleépíteni a jégkorongba, meg a csapatsportba. Melyek voltak a legfontosabb erényeid? Kicsit beszéljünk erről, mert hogy azt hiszem, hogy azok az időszakokban, amikor pillanatok alatt több korosztályban is elkezdtél játszani, és mindenütt eredményes voltál, válogatottságig vitted, az nyilván meghatározó volt. De mi volt az alap? Igazából most nem szeretném úgy magamot nagyon kiemelni. Minden évben voltak olyan sortársaim, meg csapattársaim, mert tényleg abban az időben, amikor Kis Dávid volt az edzőnk az utánpótlásból, ott az egy olyan korosztály volt nekünk, hogy egymást segítettünk, és tényleg sikerült ott tényleg mindent megnyernünk. És együtt is mentünk tovább, úgymond az Erste Ligában nagyjából ugyanaz a korosztály volt. És így együtt tanultunk meg együtt éltük át a sikereket, és szerintem ez volt a kulcs az egésznek. Sikerekben nem volt hiány, ugyanakkor te megtartottad a hétköznapokban az iskolát is. Azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben különleges dolog, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy olyan jövőképed van, és erről is szó esik az egyetem okán, ami azért meghatározó egy sportolónál. Hát mindig kell úgymond egy B-terv, mert bármikor jöhet akár egy sérülés, és lehet, hogy akkor befejezd a pályafutásod, de is azért kell egy olyan opció, hogyha ilyen történik netán, akkor tudjál hova úgymond lépni. És azért is úgy gondolom, hogy mai napig a tanulás az úgymond az első legfontosabb dolog az életben, úgymond a gyerekeknek, és ha egy jó tanuló vagy, utána el tudsz menni egy jó egyetemre, és utána tanulsz egy jó szakmát, vagy bármit is. A címeres mez azért az bizonyos értelemben szent ma is. Minden olyan sportolónak, aki felöltheti magára. Én azt hiszem, hogy a hokiban is ez így van. Ez így igaz. Mindig büszke kell legyél arra, hogy a címeres mez viseljed, és azt meg kell tenni mindent azért a címerért. Az mindig fontos lépcső, ha egy ifjúsági korú játékos a felnőttek között kap szerepet. Az egyrészt biztos vagyok benne, hogy megerősítést jelent, hogy jó úton jár, az edzőinek, az egykori edzőinek nem különben. Veled ez 2018-ban történt meg, hiszen akkor mutatkoztál be, méghozzá ilyen bemutatkozásról álmodtunk, te is? 57 meccs, 46 pont, az azt hiszem, hogy majdnem 1/1-es átlag, ami fantasztikus. Igen, köszönöm szépen. Hát nem gondoltam, hogy ilyen első felnőtt szezonom lesz. Én is igazából meglepődtem, de ugyanúgy azt kell mondjam, hogy csapattársak nélkül ez nehéz. Ki volt akkor a sortársad?
és sorstársat, ha úgy tetszik. Hát abban az évben leginkább Kis Patrik meg Louise volt egy légiós, de voltak, amikor a Dudu Kis Dávid sokszor cserégetett sorokat, és volt, amikor valamelyik sorban játszottam, például Császár Hunorral, vagy Búzás Arnolddal, vagy tényleg sok variáció volt, de leginkább akkor a Kis Patrikkal meg Louise-zal játszottam. A Kósa Kupa. Azt hiszem, hogy ennél jobb elismerés, nagyobb elismerés nincs, ha egy feltörekvő fiatal, aki kellően kibontakozik a klubjában, és megmutatja a tehetséget a felnőttek között is, átvehesse. Egyértelműen nagy megtiszteltetés, hogy ezt el tudtam nyerni, de akkor is úgy voltam vele, akkor meg fiatal voltam, hogy itt nem szeretnék megállni, és szeretnék tovább és jobb teljesítmény nyújtani, amilyen volt. Arról nem beszélve, hogy az ELSZTE Higgy Magadban program keretében te lettél az év felfedezettje. Igen, akkor már gondolkodtál azon, hogy rövidesen itt lesz a felnőtt válogatottság, és olyan szintet fogtok lépni, mert azért előjele volt, hiszen országszerte épültek a pályák, egyre jobb feltételeket biztosítottak a csapatoknak, külföldiek is jöttek, akiktől azért lehetett tanulni, valljuk be, és hát az év felfedezettjének milyen útja lehet, mint hogy gondol a jövőjére? Akkor még nem gondolkodtam úgy, hogy felnőtt válogatott, akkor még az a célom volt, hogy bemutatkozhassak az EBL csapatba. Az volt nekem akkoriban az első számú célom, de nyilván, amikor meghívást kaptam a felnőtt válogatottba, akkor nagyon örültem. Beszéljünk az EBL-ről. Azt hiszem, hogy az egy nagy szintlépés volt. Hiszen jó a magyar bajnokság, az nem vitás, de azt hiszem, hogy a volán, hála Istennek, kinőtte már. Ez miként mutatkozott meg a felkészülésben, az ellenfelekben, illetve az eredményekben? Te hogy látod? A felkészülésben én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokat kellett dolgozni, főleg nekem, amikor még fiatalként felkerültem, mert ott azért tudtam, hogy azért komoly csapatok vannak, komoly sebesség, azért komoly taktikai harcok mennek abba a bajnokságba. Fel kellett, úgymond kössem a gatyámat, fel kellett készülnöm. Világos. A titánoknál megkaptad azt, ami indítatásként megfelelő volt? Igen, egyértelműen. Melyek voltak azok az erényeid, amit aztán azóta is folyamatosan tudsz fejleszteni? Hiszen azért nagyon fontos, hogy gólerős vagy, érzed a kaput, jól korcsolyázol, stb. Ugyanakkor a jégkorongnak ma már olyan komplexitása van, ami minden nap, ahogy mondtad az imént, hogy 25 éves korig fejleszthető. Én úgy gondolom, hogy ilyen az, amit fejlesztesz, ez az egy az egy elleni párharcok, meg ugye vélekezéssel lehet megnyerni a legtöbb mérkőzést, és még kicsit olyan, nem érzem annyira kényelmesnek, vagy komfortosnak ezt a vélekezőt. De hát azon vagyok, hogy ezt is minél jobban megtanuljam. Ha megnézzük az első szezonodat, 2018-ast, akkor ugye az ELSZTE Ligában bajnoki címet szereztél a juniorokkal is, 53 meccsen 16 gól, 26 gólpaszt, és az U20-ban is játszottál, több mint az egyes átlag, hiszen 16 mérkőzés, 12 plusz 11 gólpaszt, és ugye ez volt a Kósa Kupa éve. De annak ellenére én azt mondom, hogy amikor hadd idézzelek téged, meglepődtem, mikor megtudtam a hírt, hogy jelöltek a gíra, mert nem gondoltam, hogy meg fogom nyerni, de azért hozzátetted, hogy a sok munka meghozza a gyümölcsét. Mit jelent egy fiatal számára a hokiban a sok munka? Tudjuk, hogy mindenki sokat dolgozik, de mi az a plusz, amit tettél azért, hogy a tehetségedet ilyen értelemben is kibontakoztasd? Lehajtott fejjel alázott. Alázattal. Alázat az fontos? Egyértelmű. Kik voltak azok a játékostársaid, akire felnéztél, akiről azt mondtad, hogy igen, szeretnék majd egyszer ráhasonlítani, vagy inkább mentél a sortársaiddal, a fiatalokkal együtt a magad útján? Is. Volt, akikre felnéztem, de nyilván nem így a nagy csapatból, hanem ugye minden jégkorongos követi a
a NHL-t, és úgy ott vannak úgymond példaképei. Nekem is van egy játékosom, Anze Kopitár, és neki is így az egész hoki karrierjét én is így végignéztem, és így ő volt az, akire így fel tudtam nézni, de persze a sortársaimmal, meg a csapattársaimmal húztuk egymást. Igen, hát ő a déli szomszédunktól indulva jutott el a NHL-be még hozzá egészen magas szintre. Igen. A mi korosztályunk azért el kell, hogy mondjam, hogy még a Mihajlov Petrov Harlamov sorban bízott leginkább, de aztán persze felcsatlakoztunk mi is a kanadaiak a Gretzky érához. Melyik volt az a pillanat, amikor igazán felnőttél, felnőtt lettél? Hiszen az első év az mindig nehéz, bár bizonyítottál, erről már esett szó. De melyik volt az, amikor azt mondtad, hogy igen, most már valóban megérkeztem? Szerintem egy 2 éve, amikor döntőt játszottunk a csapattal. Én úgy éreztem, hogy abba az évben. Az egy áttörés volt? Szerintem egyenileg is, és csapatként is. Csapatként is. Mennyit változott a csapat egyébként? Azzal, hogy azért érkeztek erősítések, olyan légiósok, akik azért bejátszották magukat a szurkolók szívébe és a csapatba is persze. Az idei szezonban, vagy az elmúlt? Hát az elmúlt időszakban. Majd úgyis az idei szezonról természetesen beszélünk. Hát, ugye minden évben azért cserélnek a légiósok, meg egy-két légiós azért marad, de nyilván a szurkolók megkedelik a játékosokat, meg így nyilván a szurkolóknak szerintem még mindig jobb az, hogy egy hazai játékos ér, és olyan játékosok is szurkolnak, akik tényleg hazaiak, és mindent megtesznek a jégen. Nem azt mondom, hogy vannak olyan játékosok, akik nem, csak hogy én még mindig úgy gondolom, hogy az lenne a legnagyszerűbb, hogy minél több hazai játékos lenne egy ilyen nagy szintű klubban. Mindig határozott jövőképed volt. Ez köszönhető nyilván a családodnak is, hiszen ennek egyik példája az egyetem. Fontos volt számodra, hogy folytasd a tanulmányaidat? Mindenképp szerettem volna azért elvégezni egyetemet, hogy a szüleim is legyenek büszkék, hogy minden, az összes testvérem ugye már végzett az egyetemmel, és én voltam az utolsó, aki még nem, de nyilván én vagyok a legkisebb, és azért kellett ennyit várni, de mindenképp azon voltam, hogy büszkévé tegyem a szüleimet is, meg hogy magamat is, hogy azért elértem valamit. Gondoltál a szakirányra, hogy egyáltalán, hogy szeretnél a későbbiekben foglalkozni? A testnevelési egyetemen tanultakkal? Igen, ugye nem titok, jégkorongedzőit végeztem el. Ugye a jégkorong után jégkorong mellett szeretnék tovább dolgozni, mert tényleg nagyon szeretem ezt a sportot, és majd át szeretném adni a fiataloknak azt, amikor én már befejezem a pályafutásomat, és amit én tanultam. Nagyon fontos időszak a válogatottság. Az első válogatottságot senki nem felejti. Azóta már megvan a kellő rutinod címeres mezben. Melyek voltak azok a pillanatok, amelyek meghatározók? Hiszen nyilvánvaló, hogy folyamatosan küzdünk a legfelső osztályba kerülésért. Néha kizuhanunk, de azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Igen, most gondolkodok, hát most ha az idei VB-t fogjuk nézni, akkor meghatározó lesz az, hogy egymásért küzdjünk, mert most lett egy nagy szakadék úgymond a válogatottban. Nagyon nagy fiatalítás lett, és elég fiatal a mostani keretünk, és ha nem is leszünk olyan tapasztaltak, szerintem egy nagy küzdőszellemmel, meg ha mindenki elhiszi, hogy meg tudjuk csinálni, akkor én úgy gondolom. Ugye a A-csoportba kerültetek, április 28-án indult az egész történet, Szlovénia komoly ellenfél lesz. Én biztos vagyok benne, hogy mindent megtesztek, de hogy készültök a válogatottal? Ugye múlt héten kezdtük el a felkészülést, egy hetet készültünk Budapesten, és akkor elutaztunk Lengyelországba 2 mérkőzésre. Nem úgy sikerült ez a 2 mérkőzés, ahogy mi elterveztük, de még
szerencsére még van két hetünk a világbajnokságig, és azon leszünk, hogy minél jobban fel tudjunk készülni. Ezt az eredményeket nem is kérdezem, hiszen a sportban mindenki olvashatja, és a hozzátartozó kommenteket nem különben. Viszont térjünk vissza egy kicsit a volára. Annál is inkább, mert hogy új csarnokba költöztök. Én azt hiszem, hogy aki eddig a Raktár utcában járt, az nagyon is jól tudja, hogy egy tűt nem lehetett leejteni, és ez jó részt annak köszönhető, nektek köszönhető mindenképpen. Hiszen ahogy az én korosztályom még így a palánk szélére könyökölve is láthatott mérkőzéseket a 70-es évek közepén, köszönhetően ugye idősebb Bocskai Gábornak, de azért ez az új aréna azt hiszem, hogy megerősít mindennyetekat. Készültök már az új csarnokban? Milyen lesz? Még először a válogatottra fogunk készülni az új csarnokba, ugye? Most ezen a héten, holnap kezdjük meg a felkészülést az új arénában. Ugye hétvégén játszunk két mérkőzést a norvégokkal. Én személy szerint nagyon várom, mert ez úgymond ez egy ilyen, megtapasztalhatjuk, hogy milyen is lesz az új csarnok teltházzal, és majd lesz egy olyan feelingünk az új szezon kezdetre, amit mi már holland játékosok átéltünk. Én nagyon-nagyon várom. Milyen álmaid voltak a gyermekként? Nyilván, hogy szerettél volna egy szintre eljutni, ami meg is történt. De általában vannak olyan álmaid, amelyek még nem teljesültek be? Hiszen azért, ha megnézzük, az a jövőkép, ami elindított téged a pályán, jószerivel minden rendben van vele. Egy gyerekként nyilván mindenki arról álmodozik, hogy majd NHL játékos lesz, az egy idő után az állam az így elcsendesül, de igen, még van nekem is álma még teljesülhet, de még nem, de még van rá idő. Ugye szó esett már a légiósokról. Fontos, hogy olyan légiósokat igazol a volán folyamatosan, akik segíteni tudják azokat a elképzeléseket, ami egyre magasabbra visz? Igen, ez nagyon fontos szerintem, hogy olyan karakterű játékosokat kell kiválasztani, meg olyan játékosok, akik akarnak nyerni, győzelmi mentalitásuk van, és akik jól be tudnak illeszkedni a csapatba. Nagyon fontos kérdés, a légiósok kérdése, erről beszéltünk. Az elmúlt időszakban sikerült nyilván kiválasztani azokat, akik segítenek a volánnak. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy mit lehet tőlük megtanulni. Milyen az a mentalitás, ami idehozza őket Magyarországra, hogy ebben a ligában szerepeljenek? Ez minden légióstól szerintem más valamit tudsz tanulni. Ugye sokan más kultúrából jönnek, más bajnokságokból jönnek, és azt próbálják ők is átadni, mind nekünk fiataloknak, mind a csapattársaknak, hogy mik a meglátásaik. Igen, mert azért nyilván különbség van az északi, a svéd, a finn hoki, az orosz hoki, illetve hát most már azért jönnek pontosan Kopitár lévén délről is nagyon sokan. Azt hiszem, hogy ez mind más. Milyenek a mesterek? Hiszen számtalan olyan közegből érkeztek, ahol természetesen hoki nemzet tagjai mindnyájan, ugyanakkor mind-mind más stílus képviselnek. Hogyan lehet ehhez hozzászokni? Hát muszáj mindig hozzászokni, hogy eddig nekem volt finn edzőm is, ugye kanadai edző is, meg magyar is, és mind a három edzőnek kicsit más volt a felfogása. A finn edzőnél úgymond ott a támadás volt a hangsúly, ott megtanultunk úgymond támadó hokit játszani. Ugye a kanadai edzőnél, a Kevinnél ott nagyon szigorúan elvárta részleteket, meg ott úgymond megtanított nagyon, nagyon részletesen, meg nagyon jól védekezni. Ugye ez is látszott, hogy döntőbe kerültünk egy nagyon jó csapattal, és ugye most a Dudu, a kis Dávid, ő meg úgymond ezt a kettőt próbálja összemixelni. Úgyhogy minden mestertől, minden edzőtől valamilyen féleképpen valamit tanulsz. Rendkívüli felelősség a tiéd, hiszen azt azért tudjuk, hogy amikor a tehetség és a szorgalom kézenfogva jár,
akkor én azt hiszem, hogy fontos, hogy minden egyes pillanatban érezd, hiszen a szurkolók szeretetén keresztül is érzed ezt, gondolom. De milyen üzeneteket hordoz a te pályafutásod a mostani kicsiknek, akik most kezdik? Miként látod? Sosem szabad feladni, mert mindig lesznek, meg vannak olyan nehéz pillanatok, hogy úgy érzed, hogy most elég volt, befejezed, de szerintem ki kell tartani, mert ez csak egy kis ideig tart. És akár így az akadémián, vagy akár bárhol Magyarországon azért képes lehet a nagyon nagy szorgalommal, meg kitartással, akár az Ebel csapatban, vagy akár magasabb szinten eljutni. Tehát a te álmaid teljesültek már. Ez egyfajta üzenet is tulajdonképpen a fiataloknak, hogy soha nem szabad feladni. Mit kívánjak? Ez így igaz. Ugye ide jöttem a 15 évesen, akkor az volt az álmom, hogy nagy csapatba kerüljek, ez sikerült, és onnantól kezdve már egy más karriert futok. De. Tehát ez egy üzenet a fiataloknak is, hogy érdemes szorgalmasnak lenni, érdemes odafigyelni az edzői utasításokra, érdemes úgy élni, ahogy egy élsportolóhoz illik, és persze ne feledjék el, hogy van egy olyan jövőkép, mint a tiéd, hogy azért nem árt, ha valaki tanul is. Mert azt hiszem, hogy a bizonyos értelemben az nagyon sokat segít. Ez így igaz, és nem csak én vagyok az egyedüli példa, még nagyon sokan vagyunk a csapatból is, akik így végigjárták ezt a ranklétrát, úgymond, és ugyanúgy rájuk is föl lehet nézni. Mit kívánjak annak az 5-6 ezer embernek a nevében, akik majd az új arénában ott lesznek minden egyes mérkőzésen? Mit kívánjunk neked? Egy jobb szezont, és hogy reméljük, hogy mi hamarabb sikerül megnyerni a bajnokságot. Legyen így, én pedig most a most kezdődő, 28-án kezdődő VB-hez azt kívánom, hogy jussatok fel. Ugye ez nem teljesen elvárás bizonyos értelemben, de azért mi jégkorong szurkolók bizakodunk. És ehhez kívánok erőt, egészséget, mert annál fontosabb nincs, és azt a fajta mentalitást, ami én azt hiszem sugárzik belőled és csapattársaidból is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Mihály Ákos volt a vendégem, egy olyan jégkorongozó, aki a Székelyföldről indult, és az Egyesült Államok kicsit figyelembe véve, végül is most már a mi fiunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.